Tóskösség legújabb a Magyar Falu program keretében elnyert eszközét próbálja ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A járványhelyzetre való tekintettel szűk körben adták át az elmúlt időszakban megnyert eszközöket, befejezett fejlesztéseket. A traktorra és a mezőgazdasági eszközökre, amivel az önkormányzati utak lesznek karbantartva és a földek művelve, az tavaly lett beadva, és tegnap jöttek meg hivatalosan. Az eszközök, amivel a zöldövezet lesz karbantartva, azok pedig ugyanúgy tavaly lettek beadva, 2020-ba, és decemberben jöttek meg. Az elmúlt egy évben közel 40 millió forint támogatást nyert a település a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ebből a fejlesztésből egy falugondnoki buszt tudtak vásárolni, illetve egy kis traktort a hozzá kapcsolódó szerszámokkal, illetve eszközökkel, úgyhogy reméljük azt, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élő emberek komfortosabbnak érzik az életüket, szebb lesz a település, illetve jelentősen hozzájárulhattunk ahhoz is a magyar kormány, hogy az orvosi rendelőt rendbe lehet tenni, illetve eszközöket tudtak beszerezni. Többek között új látásvizsgálótáblát, sürgősségi táskát, vizsgálóágyat, laptopot és nyomtatót vásároltak a rendelőbe. Ezeken kívül a helyi temető fejlesztésére nyert közel 5 millió forintból új kerítést, kis és nagy kaput alakítottak ki, és szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek ki. Potápi Árpád János hozzátette, idén a kormány újabb 4 pályázatot ír ki kisléptékű falusi fejlesztések támogatására. A Magyar Falu programban újabb, nagyon jelentős források jelentek meg, 48 milliárd forinttal írtak ki pályázati lehetőségeket, úgyhogy remélem, hogy a megyében is, illetve a körzetemben is nagyon sok település fog pályázni, és azt még inkább remélem, hogy minél több tud elnyerni összegeket. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 12 ezer nyertes pályázatot támogatott a miniszterelnökség, mintegy 130 milliárd forint értékben.